Sziasztok! Gondolom, tudjátok, hogy nem egyszerű a tartalomgyártók dolga, ezért is csinálom most ezt a videót, mert megpróbálkoztam ezekkel a tech videókkal, meg ilyen elemzős videójátékos videókkal, de az igazság, hogy ezt nem nézik már annyian, és az algoritmus se igazán támogatja azt, amit csinálunk, úgyhogy muszáj lesz valahogy megváltoztatni egy kicsit a tartalmat a csatornán, és úgy érzem, hogy szükség van egy váltásra, egy új formátumot ki akarok próbálni, úgyhogy ez lesz az első videó, ahol ezt láthatjátok. Vágjunk bele! Sziasztok srácok, itt van az első Minecraft guide-om, ahol nem mást fogunk csinálni, mint egy összetett redstone rendszert fogunk összeállítani, ahhoz, hogy egy ajtót kinyissunk távolról. Tudom, ez egy kicsit ilyen high level shit, de végigvezetlek rajta titeket. Egy pressure plate-es ajtónyitó rendszert fogunk összerakni redstone-ból, amivel távolról ki tudjátok nyitni az ajtót. Ez egy nagyon összetett rendszer, de szerintem fogjátok tudni követni. Úgyhogy először lerakjuk a pressure plate-et és magát az ajtót, amit el akarunk kérni, rakhatjátok nyilván akárhova, ilyen bénán is, mint én, vagy kijavítva. A távolság nem fontos, az a lényeg, hogy a redstone-t lerakjuk. Én általában úgy szoktam a redstone-t rakni, hogy amúgy se lenne útban a redstone, ezért rakok bele egy ilyen kis ívet, látjátok, hogy akármilyen irányba el tudtok menni a redstone-nal. Nem kell túl messzire elvinni, de nyilván, hogyha szükségetek van rá, akkor akár egy repeaterrel ezt meghosszabbíthatjátok, és a redstone szignált akár messzebbre is elvihetitek. Nyilván nekünk itt erre nincsen szükség, de úgy érzeztem, hogy érdemes ezt demonstrálni, hogy működik. Azoknak, akik esetleg nem ismerik a redstone-nal bűvészkedésnek az ilyen fortéjait, úgyhogy visszavezettem az ajtóhoz a redstone-unkat, és nyilván itt is belerakom ezt az ívet, de ez inkább ilyen artistic freedom, akármit rakhattok rá. Így néz ki a teljes redstone rendszer, aki meg akarja állítani, hogy megnézze, az megteheti. Akár vissza is mehettek, és próbáljuk ki, hogy működik. Bassza meg, valamit elbasztom. Nem megy ez nekem. Nem tudom, valami más kéne kipróbálni. Nézd, csináljunk egy top 10-es listát. Top 10-es magyar youtuber. A top 10 magyar youtuber. Szóval, vágjunk is bele. Szóval, szerintem a 10. helyen Lucky. Lucky, figyeljetek, Lucky. Már évtizedek óta nézem a srácot. Az egyik legkedvencebb videósom, nagyon örülök neki, hogy már föltölt a 10. helyig, szerintem akár még följebb is mehet. Ő is Minecraft videókkal foglalkozik, mint ugye én akartam. Neki egy kicsit jobban megy, de nem tudom, hogy olyan advanced redstone rendszerekkel foglalkozik-e, mint én. Illetve, ahogy látom, elkezdett ő is fifázni. Hát jobban szerettem, amikor csak a Minecraftra koncentrált, mert ez a fifázás dolog, ezt hagyjuk meg a nagyoknak. Örülünk annak, hogyha a content kreatoraink abban jeleskednek, amit szeretünk tőlük látni. A kedvenc videóm egyébként a rajzolgató Scribblios videója. Nagyon sok munkája volt benne, és tudom, hogy a csávó nagyon sokat dolgozik, nagyon sok. Minél menjünk tovább. Just Widman. Just Widman mindenki ismeri. 9. helyen Just Widman. Just Widman mindenki ismeri. A különféle kreatívnak telefon. Ki ez a csávó? Minden Just Widmannal. Ezek szerint eladta a csatornáját, aztán valaki elkezdett élőszereplősen videózni rajta. Menjünk tovább. 8. helyen szerintem a top listán a legjobb magyar top 10. Ezt már valaki csinálja? Nem tudom, nem jó ez, nem valami más kicsi. Mi a szart néznek az emberek, de most őszintén. Danny, fasz a gyerek. Lil G, barátik. Rappelnek. Rappek? Hát... próbáljuk meg. Yo, Shirin in the house. Nem tudtatok nélkülem élni. Visszatértem hozzátok. Szevasztok srácok! Az én nevem Shirin. YouTube-on videózok és streamerek a Twitch TV-n. 5 évig ellenálltam és úgy csináltam, mint aki szunnyad. Azt hittem megállom, de a szikra újra gyullad. Látom én, hogy mi folyik itt az öreg YouTube-on. A Shirin Gaming nélkül olyan, mint szarnak a pofon. Nem érti a sok néző, miért fosnak a videósok. Töröknői névvel alázó csávó lesz a nagy sok. Mindenki nyaggat, a röviden videót akarja. Sok rabszolgahajcsára hátamat ostorral vakarja. Sajnos ez a műfaj már nem olyan, mint régen. Úgyhogy háborúkat indítok, mint Ronald Reagan.
Bombázom a beateket és szórom a sorokat. Egyesével alázom le a mainstream szarokat. Elfogyott a tehetség, mint az RTX VGA-k. Kellemes a helyzet, mint egy elbaszott végbérlák. Ezért is váltottam a gamingről a rapre. És a nehéz tüzérséggel megyek ki a terepre. Nincsen több tech videó, nem lesz több gaming stream. Nem kell már semmi, csak egy mikrofon meg egy pár jó rím. Lemezkiadók fognak a lábamnál heverni. Akinek meg nem tetszik, azt elmegyek leverni. Ház előtt áll Bugatti, Lambo, Ferrari. Olyan vagyok én, mint a majmok közt a bazári. Ha tetszett a videó, dob nekem egy subscribe-ot. Megosztás, Patreon, gyűjjenek a sok lájkok! Aha.